Sziasztok! Kenderesi Tamás vagyok. Úszás a sportágam, és a versenyszámom 200 pillangó. Valószínűleg már láttatok és ismertek, de így, hogy közeledik egy nagy verseny, a budapesti vizes VB, így arra gondoltam, hogy indítok egy vlogot. És ebben kicsit jobban is talán megismerhettek majd a családomat, a barátnőmet, Dalmát. Már kicsit belevezetlek titeket az életembe. Jó reggel, itt vagyok az úszodánál, ez itt a hullámfürdő, és most megmutatom, hogy hogyan edzek. Most a felkészülés egy ilyen alapozósabb, felkészülésesebb időszakban tart, ahol igazából nem vált, ez is sok minden, tehát olyan egyedzésen, olyan 6-7 kilométert úszok, meg még kondi edzésem is van, tehát olyan napi 5-6 órát az úszodába töltök. Most egy sérülés nehezíti igazából a felkészülésemet, ha ezt így lehet mondani, nehezíti, mert most már úsztam szerencsére kézzel-lábban, feljeválom egy kicsit. Itt lehet látni a tépet. Meg vagyok, úgyhogy mehetünk le. Ja, nem fogom elrúgni a dolgot, mert pont ugye a vállam miatt nem nagyon akarom próbálgatni. Ő az én drága testvérem, és együtt szoktunk szenvedni edzésen. És senki se tudja megszokni a reggeli kevést. Én szoktam figyelni az ellenfeleimet, csak úgy, mint mindenki más, hiszen ez nagyon sokat számít, én úgy gondolom. Egy ember van igazából, akit én nagyon követek, Michael Phelpsnek hívják, és körülbelül olyan 8-10 éves korom óta nézem a versenyzését. Nagyon tetszik a stílusa, mind úszásban, mind így emberileg, mert nagyon jó taktikával és technikával úszik. Ő a példaképem. Igazából úgy más nem is tudnék kiemelni, és az egy nagyon jó pont volt, amikor találkoztam vele az olimpián, mert most gondoljátok el, hogy nézel egy fantasztikus sportolót, aki tényleg a példaképet, és így végigkísért egészen az olimpiáig, úgyhogy nem is találkoztál vele, csak a videóit nézted, és egyszer csak ott vagy az olimpián. Mellette úszol háromszor, mert hogy hála Istennek ez is megtörtént. De ez egy egészen elképesztő dolog. És amikor rossz kedvem van, akkor általában megnézem az érmemet, amit az olimpián nyertem, vagy... Mert most tegyük föl, tehát volt már ilyen is, hogy nem sikerült egy verseny, és akkor, tehát nem sokkal olimpia után egyébként, megnéztem az érmemet, és azt mondtam, hogy... Én ezt már letudtam, úgyhogy igazából nincs miért szomorkodnom, majd talán a jövőben. Egyébként most már egyébként az ilyen kudarcokból elég jól ki tudok jönni, és föl tudom ezeket így dolgozni, meg lehet tudom fogadni ezeket a dolgokat. Lehet azért is, mert már egy ideje pszichológussal dolgozom, és ő nagyon sokat segít. A családom is nagyon sokat segít, meg persze Dalma is nagyon sokat segít, hogyha jön valami rossz dolog, vagy valami olyasmi, amivel így egyedül nem tudok megbirkózni. Így, hogy közeledik a hétvége, úgy döntöttünk a testvéreimmel, hogy leugrunk Tihanyba egy kicsit. Megyünk át Kompol Tihanyba. Köszönöm.
együtt utoljára így. Moziba mentünk, nem? Kb. Egy hónapja. Igen. Itt vagyunk a Balaton kellős közepén, és hamarosan megérkezünk Tihanyba. Ugorjál már egy fejecske. Ugorj egy fejecske. Mennyi rugornál innen egy fejecske? De ilyen is. Na, sziasztok! Itt vagyunk a Balatonnál, és ez csak ilyen kis ízelítő a nyaralásból, mert még elég elfoglaltak vagyunk. Egyébként nagyon jó itt, süt a nap, jó idő van, hanyigálunk, úgyhogy... Ott leszünk a VB-n, majd a lelátóról fogjuk szurkol, bátorítani a szurkol meg a Tamásnak. És reméljük, hogy elhozza az aranyat, ez a célja. Hát igen, mi más, mint az aranyat, persze. Más nem is lenne elég. Gondolom, elég jól mennek az edzések ahhoz, hogy ezt meg tudjam célozni, és ezt ki tudjam jelenteni. Egy egészen különleges érzés lesz egyébként az, hogy ennyien lesznek egyrészt magyarok, másrészt meg az a speciális helyzet elfenn, hogy még a barátaim is, a családom, meg így a többiek is ott lesznek, úgyhogy hát erre majd még fel kell készülnöm. Ez meg van erősödve, olyan mellizma van, mint az izélés Schwarzinak. Jó, feszít, ne feszítsél. Ennyi van. Akkor a csukjád van, azon alszol. Igen, olyan csukját csinálok neked. Kocsiba, így. Ja, kocsiba, csukjádon alszol így. Nagyon kemény vagy, halljál meg. Szóval, itt vagyunk a Rege cukrászdába, és érdemes egyébként megnézni a hátteret. Nagyon durva. Korábban már úsztunk egyébként itt, 2012 körül. Nem ma volt. Gondolkoztam egyébként, hogy a Dalmát is elhozom majd egyszer ide. Majd meglátjuk. Most, hogyha majd nézni fogja, akkor rohadt boldog lesz, de... És nem lesz meglepetés, de majd kitalál még valamit. Csak akkor te is. Ja. Igen, egyébként a családban mindig, hogyha valaki utánzást próbál mérni a másikra, vagy valami hasonlót követel, akkor mindig az a megjegyzésem, mert hogy mindig velem játsszák el ezt. Tehát amikor azt látom, hogy az én ruháimat hordja, az én cipőimet hordja, amikor hazafele jövök edzőtáborból, akkor mindig azt mondom, hogy ki gondolta volna, ami... Nem bírom eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire idegesítő dolog, amikor ezt látom. Én egy puncsos kelyhet rendeltem, az nagyon jó lesz. Nagyon szeretem a puncs fagyit, meg úgy. Igazából az összes fagyit, most a citromos anyja egyébként nem jön be. Régen azt tettem sokat, mert anyja is mindig azt tevett. Igen, ez is egy ilyen kigondolta volna dolog, de akkor szerintem az egy kicsit normálisabb, hogyha a szüleidet próbál utánozni kicsiként. Mondjuk valamilyen szinten az is normális, hogy a testvére próbál utánozni. Ezt kezdtem egyébként megszokni, de ugyanakkor nagyon nehéz. Remélem tetszett ez a bejelentkezés, és arra kérnélek titeket, hogyha tetszett a videó, akkor iratkozzatok föl, és írjatok kommentben nyugodtan kérdéseket, és a következő részben majd fogok válaszolni. Köszi, hogy néztetek, nagyon királyok vagytok, és a következő részben találkozunk. Sziasztok!